Szerda 0 órától életbe léptek a kormány által kihirdetett szigorú védelmi intézkedések Magyarországon. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a koronajárvány intenzív terjedése miatt újabb kötelező szabályok léptek életbe Győrben is. Többek között este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, minden gyülekezés tilos, bezártak az éttermek, az üzletek csak este 7-ig lehetnek nyitva, de a szállodák sem fogadhatnak turistákat. Az országos rendelkezéseket dr. Dézsi Csaba András polgármester jelentette be a hétfőn indult COVID-19 Győr híradóban. Általános rendezvénytilalom lesz, minden nemű gyülekezés meg van tiltva. Ennek megfelelően például az advent, ami november végén kezdődött volna Győrben, az adventi vásár, ez nem fog elkezdődni, de miután a rendelkezések azok 30 napig szólnak, tehát azt jelenti, hogy ez körülbelül december elejéig érvényesek ezek, és a meghosszabbítás az nyilván a COVID-helyzettől függ majd. Ennek megfelelően azt, hogy a karácsonyi hangulatot azt hogyan fogjuk megoldani Győr városában, lesz-e valami kisebb vásárjellegű dolog, azt még nem tudjuk, de az biztos, hogy koncertekre nem lehet számítani. A keddi COVID híradóban a polgármester többek között már a nézői kérdésekre is válaszolt. A városvezető tisztába tette például, hogy nem csak az éttermek, de minden vendéglátóhely bezárt, és a kutya sétáltatás pontos szabályai is kiderültek a COVID híradóból. Lehet kutyát sétáltatni 500 méteres körzetben a lakóhely környékén. Én azt javaslom mindenkinek, hogy vigye magával a lakcímkártyáját, hogyha kutyát sétáltat, ez a probléma ez megoldódott. Ebből is látszik, hogy érdemes kommunikálni a lakókkal, érdemes felvetni a problémákat, mert el tudjuk juttatni ezeket a kéréseket jó esetben a döntéshozókhoz, és lám-lám, ez fél nap alatt sikerült megoldani ezt a problémát. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban, hogy miniszterelnök úrhoz eljusson ez a kérés. Szerdára az is kiderült, hogy a 10 000 lakosnál népesebb településeken, egyes közterületeken is kötelező a maszk használata, de arról, hogy Győrben pontosan hol, a polgármester dönt. Részletek és más hasznos információk a szerda esti COVID híradóban, melynek fontosabb bejelentéseivel csütörtöki híradónkban mi is foglalkozunk.